Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Pál apostolnak Efezusiakhoz írott leveléből az első fejezet 3. versével köszöntöm szeretettel a testvéreket húsvét ünnepe után 3. vasárnapon, jubiláte vasárnapján. Az élő Krisztus élő gyülekezete, ez a vezérfonalunk a húsvét ünnepe utáni időszakban, s ma az újongó gyülekezetre figyelünk. A gyülekezet hirdetéseit hallgassuk meg. Hirdetem azt, hogy elhunyt Torau Jánosné született Léning Margit, volt hidasi lakos, 96 éves korában Németországban. Temetése kedden volt Brettenben, temetésének időpontjában a hidasi evangélikus templom harangja is megszólalt. Hirdetem, hogy elhunyt Kréling Henrikné született Müller Anna Mária testvérünk 78 éves korában. Temetése hétfőn volt a bonyhádi evangélikus temetőben. Eltemetett testvéreinkről imádságban is megemlékezünk. És hirdetem azt is, hogy elhunyt Sándor Lajosné született Masa Irén, bonyhádi lakos 84 éves korában. Temetése csütörtökön lesz 13 órakor a bonyhádi evangélikus temetőben. Isten vigasztalása legyen gyászoló testvéreinkkel. Isten tiszteletünket a kitűzött 48-as énekünkkel kezdjük meg, azt követően pedig majd az 5-ös számú liturgiához lapozzunk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Örvendez Istennek egész föld,
énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak, és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassuk meg a mai vasárnapunk egyik igéjét, melyet megírva találunk Mózes első könyvében, az első fejezetben, az első négy versben, aztán a 26. verstől a 31. versig, majd a második fejezet első négy versében a következőképpen, ezt követően a 217-es énekünk 5. versszakát énekeljük el. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten: legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Aztán megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tengerhalain, az ég madarain, és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden makkozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Legyen mindez a tiéd eledeletek. Minden földi állatnak, éj minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel 6. nap. Így készült el az ég, és a föld, és azok minden serege. A 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. Ez az ég és a föld teremtésének története. Hallgassuk meg a vasárnap evangéliumát, melyet megírva találunk János evangéliumában, a 16. fejezet 16. versétől a 23. versig a következőképpen. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül némelyek ezt kérdezték egymástól: mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. Ezt kérdezgették: mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jargatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét,
nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki nem veti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasszaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 364-es énekünket énekeljük. 364-es énekünk, öröm van nálad, még ha búbánat ér is minket, Jézusunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azt a levélbeli igét, melyet megírva találunk a zsidókhoz írt levélben, a 11. fejezet 13. versétől a 19. versig a következőképpen. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek.
Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvérek, az Úr Jézus Krisztusban húsvét után, harmadik vasárnapon, jubiláte vasárnapján vagyunk együtt, így az interneten keresztül is, vagy a televízió nézőkkel együtt. És azt gondolom, hogy jubiláte vasárnapja, amely az örvendezésről szól, mindenképpen felveti azt a kérdést, hogy van-e okunk örülni? Van-e okunk örülni akkor, amikor a bezártság, sokszor a betegség, vagy éppen gyász az, ami körülvesz bennünket? Egy szóval, nagyon sokszor testi-lelki szenvedést élünk meg. Mégis erre szólít fel ez a mai vasárnap, a vasárnap üzenete. Örvendezzünk együtt. A húsvét ünnepe Krisztus feltámadásáról szól, de ugyanakkor arról a feltámadás hitről, amely keresztény hitünknek, egyáltalán keresztény létünknek az alapja. Erről a hitről beszél a zsidókhoz írt levél 11. fejezete. Ahogyan olvasok az első két versben, a hit pedig a remélt dolgok valósága és meggyőződés azokról, amiket nem látunk. Mert ezáltal nyertek igazolást a régebbiek. A hit kapcsán a szenvedéssel és Krisztus visszatérésének késlekedésével szembenéző zsidó testvéreket az őstörténet szereplőivel és az ősatyák példáival erősíti a levél szerzője. Beszél a teremtésről, beszél Ábel áldozatáról, Énok hitéről, Noéról, Ábrahámról és Sáráról. A hit kapcsán beszél arról, hogy ahogyan elindultak a saját helyükről, a saját hazájukból egy számukra ismeretlen helyre, hogy idegenként a hit látásával a maradandót keressék. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, olvassuk a 8. versben, mikor elhívást kapott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet később örökségül kapott, és kiment, mert nem tudva, hova megy. Hit által lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátor lakóként élve Izsákkal és Jákobbal, akik ugyanazon ígéretet örökölték, mert várta az alapokkal bíró várost, melyet Isten hoz létre és épít fel. A 10. versig így olvassuk. Igényben arról a hitről, reménységről beszél a levél írója, melyet tapasztalatként nem éltek meg, de mégis ennek biztos látásával, tudatában élték meg hitüket, életüket. Így a homályosan is, de az egész Ószövetség tulajdonképpen Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Erről beszél később maga Luther Márton is. Ezeket az ősatyákat nem hiba nélkül mutatja be az Ószövetség. Nagyon is emberiek. Olvasunk ezeknek a hit példáinak a bukásairól. Olvasunk ezeknek az embereknek a téveigéseiről. Elbuknak sokszor, de mégis a hit, mely irányítja cselekedeteiket,
Isten szemében igaznak láttatja őket előttünk. Amikor ma húsvét hitéről, a feltámadás öröméről beszélünk, akkor pontosan arról a hitről tesz bizonyságot a zsidókhoz írt levél, amelyet nekünk is át lehet élnünk. Ez nem parancs, és semmiképpen sem törvény. Ez ajándék és lehetőség, mármint a feltámadás itt. Azt a kettőséget mutatja be, mely a jelenlegi megtapasztalt világot állítja szembe a remélt, még tapasztalatainkkal nem látható, de hitben, reménységben mégis átélhető valóság. Erről a valóságról tehetünk bizonságot, azzal az örömmel, melyet megélhetünk mindennek ellenére. Ezt mutatja be Ábrahám és Izsák példája is. Ábrahám és Izsák története talán az egyik legnehezebb történet az Ószövetségben. Sokféleképpen interpretálták, magyarázták már. Bizonyos értelemben Krisztus halálának, áldozatának előképe Izsák feláldozásának története. Itt mégis más szemszögből kerül elénk. Bár az Ószövetség szövegéből nem derül ki ez az értelmezés, mégis bámulatba ejtő a levél szerzőjének fókusza, amikor Ábrahám feltámadás hitét állítja elénk. Bizonyára még nem azzal a biztos képpel fogalmazhatta meg magában, mint mi, akik Krisztus feltámadásáról tett bizonyságok után beszélünk a feltámadás hitről, hanem sokkal inkább valami egészen Istenre hagyatkozás féleképpen lehetett biztos abban, hogy az ígéret gyermeke, azaz Izsák, valóban az ígéret gyermeke marad. És annak utódja lesz az, aki az ígéreteket örökli. A nevetés fia, Izsák neve ezt jelenti, egészen megjeleníti azt az örömöt, melyet Ábrahám így átél, miután fia életben marad. Mégis ott van lelkében a halálból is feltámadó gyermek képe. Ez a hit, a húsvéti hit. A haza, amelyet Isten készít, az élet, mely követi ezt a földit, mulandó életet, és felváltja egy el nem múló örök élettel. Amikor megemlékezünk Bonyhádon a kiűzött testvéreinkről, azokról a német testvérekről, akiket 46-48-ban először a házaikból, aztán a hazájukból dobtak ki, ezt az igét idéztük, és ez van az emléktáblánkon is, a zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verséből. Nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Ebben is az a kettőség jelenik meg, melyben gyászoljuk azt, amit ők elveszítettek, mert elvették tőlük, de mégis örvendezünk azon, amit soha el nem vehettek tőlük. Isten országát, mely hitben az övék maradt mindvégig. Jubiláte vasárnapján, az örvendezés vasárnapján van okunk örvendezni, van okunk örülni, hiszen hitben erősnek, szabadnak és végtelenül megajándékozottnak élhetjük meg ezt a földi életet. Bár nincs tapasztalatunk, mégis lehet látásunk, hitben látásunk. És ez a hitben látás, amelyet Ábrahám is átélt, és amelyet az őt követők a maguk hitében újra és újra megéltek, ez az, ami bennünket is megerősíthet, ez az, ami bennünket is vigasztalhat, és ez az, ami mindannyiunknak jövőképet adhat. Így örvendezzünk együtt húsvét ünnepe után, és magasztaljuk azt az Atyát, aki mindannyiunknak nem csak teremtője, de megváltója, megszentelője. Ezt a hitet kérjük,
ezért a hitért könyörögjünk, és ha megkaptuk ajándékért, ajándékban mindenképpen együtt örvendezzünk. Így adjunk hálát most is Istennek. Amen. Istenünk, aki békességed újongó örömét ajándékozod népednek, add, hogy szent fiad bátorításával együtt könyörögjünk. Kísérje áldásod gyülekezetünket. Add, hogy megerősödjünk a hitben, a veled és az egymással való közösségben. Ne vondd meg tőlük szent igédet, hanem tápláld vele és növeld által a hitünket. Adj békességet nyugtalan szívünknek. A mostani korlátozásokkal teli helyzetben végigasztald meg lelkünket. Add, hogy visszataláljunk a veled való közösségbe, amelyre teremtettél bennünket. Könyörgünk mindazokért, akik szomorkodnak, akik betegek, akik megfáradtak, akiket aggodalom gyötör, vagy éppen gyászolnak. Adj nekik vigasztalást, új erőt, jó reménységet és gyógyulást. Urunk, most meghajlunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, amikor elhunyt testvéreinkről emlékezünk meg imádságunkban. Imádkozunk azért a testvérünkért, aki Németországban hunyt el, bár sokáig itt közöttünk hidason élte életét, és volt része a hidasi evangélikus gyülekezetnek. És imádkozunk azért a testvérünkért is, aki itt Bonyhádon élte meg a maga életét. Így vagyunk együtt gyászoló férjével, és kérjünk téged, hogy erősíts meg bennünket hitben, lélekben. Áldunk mindazért a jóért, amit elhunyt szeretteinken keresztül adtál övéiknek. Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt bennük. Cselekedjél velük kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őket üdvösséged örömére. A gyászolókkal, a családokkal éreztesd atyai szeretetedet. Végasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk. Akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt, el nem múló örömmel. Könyörgünk az édesanyákért. Áld meg szolgálatukat, szeretetüket, hogy mindaz, amit tesznek és szólnak, reménységgel és szeretettel töltse el felnövő gyermekeiket. Adj hálás szívet a gyermekeknek, hogy észrevegyék, és megértsék, mit is kaptak édesanyjuk szeretetében. Könyörgünk a világért, szabadítsd meg a békétlenség és a háborúság lelkületétől. Ébresz felelősség tudatot azokban, akiknek hatalmat adtál. Fogd le a rossz akarók kezét, erősítsd meg a békesség gyermekeit az egész földön. Hallgass meg minket, Urunk! Attól, hogy földi életünkben megváltunk, húsvéti győzelmének áldásával éljünk. Egykor pedig részesüljünk örök békességedben, szent fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek tanítása szerint együtt még így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyük Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát teréjád, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd,
és adjon te néked békességet. Amen. A 293-as éneket énekeljük befejezésül. Isten áldjon meg bennünket.